Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Nem egyszerű az az igazság, nem egyszerű ezt megcsinálni, ezt a videót. Nagyon régóta itt tologatom magam előtt, húzogatom, de hát előbb-utóbb úgy gondoltam, hogy meg kell csinálni, meg most jutottam el ahhoz a szintre, hogy összeszedtem nagyjából, mit szeretnék mondani. Hát gondolom észrevette mindenki, hogy az elmúlt, hát ugye egy-két hónapban, hát két, igen, nagyjából két hónapban nem nagyon volt aktivitás ezen a csatornán. Aki követ Facebookon, az tudja is, hogy miért, de aki követ Facebookon, az se ismeri a teljes történetet, hogy tulajdonképpen mi is történik, szóval akkor most először is szeretnék erről beszélni. Tulajdonképpen én már, hát úgy körülbelül egy éve érzem azt, hogy nem megy olyan jól ez az egész videó. Nem is azt, hogy nem megy jól, hanem én nem érzem úgy ezt az egészet, mint régen. Tehát, hogy nem lelkesedek már ezért annyira. Hát én ezt próbáltam az elmúlt időben felülírni, azzal, hogy tovább csináltam, mert azon a filozófián voltam, hogy jó, most lehet, hogy ezt gondolom, de ha csinálom, tolom tovább, akkor lehet, hogy majd másként fogok hozzáállni. Ahogy az egyik kedvenc videósom Vésza azt is mondta, a videózás csak akkor megy, hogyha akkor is csinálod, ha nem akarod. Tehát az a lényeg, hogy tolni kell, akár erőszakkal, és egészen addig, amíg eljutsz ahhoz a pontig, ahol már nem meló. Tehát, hogy ez egy ilyen mentális folyamat az egész. Most én ezt próbáltam így magam előtt tologatni, hogy jó, rendben, lehet, hogy nincs kedvem, de azért toljuk, hát ha egyszer csak eljön az a pont, amikor azt mondom, hogy na most elértem a karrierem csúcsát, úgymond. Nem, tehát egyszerűen nem nagyon érzem, hogy ez eljött volna. Aztán jöttek a körülmények, ugye először a szeptemberben indult az egyetem, nem biztos, ha követtek már bizonyos ideje, akkor tudjátok, hogy onnan eljöttem, ugye Győrből visszaköltöztem Miskolcra, aztán most február óta munkám van, amin egyébként mindjárt vége, mert tehát, hogy az a lényeg, hogy február óta dolgozom forgalomirányítóként, aztán most felvettek mozdonyvezetőképzésre júniusban, azt fogom csinálni. Tehát tulajdonképpen az elmúlt időben nagyon időt se tudtam szakítani erre az egészre, és elgondolkodtam, nagyon-nagyon elgondolkodtam. Ez a videózás már 6 éve tulajdonképpen a mindennapi életem részét képezi. El nem tudnám képzelni az életemet nélküle, viszont úgy sem tudom elképzelni az életemet, hogy ezt a rendszert, ahogy eddig volt, én így folytatom. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy ez a gameplay-es stílus, amit jelenleg a csatornám képvisel, ennek vége kell, hogy legyen. Ez azt vonja közvetlenül maga után, hogy nem lesz több végigjátszás, nem lesz több sorozat, nem lesz több semmi tulajdonképpen. Ez így, ahogy van, ez a rendszer nekem nem tetszik, mert tulajdonképpen úgy érzem, hogy ez is olyan dolog, hogy kipróbáltam valamit, azt csináltam egy ideig, de most szeretnék kicsit feljebb lépni, tehát magasabb színvonalakat megütni. Tehát ez is olyan, tehát én szeretném úgy élni az életemet, hogy minél több dolgot kipróbálok. Ugye kipróbáltam az egyetemet, kipróbáltam a munkát, voltam nagyon sok helyen csak azért, hogy ezt is megéljük. Ugye rövid az élet, minél többet szeretnék belepumpálni. Ez a gameplayezés egy olyan dolog volt, hogy kipróbáltam magam benne, csináltam 6 évig, és ez így jó. Tehát ez így most nagyon örülök, hogy elkezdtem, nagyon örülök, hogy csináltam, viszont ez ebből így elég is volt. Meg hát, hogyha őszinte leszek, már pedig szeretnék az lenni, akkor én úgy is érzem, hogy mintha kinőttem volna ebből. Nem tudok jobban fogalmazni, amióta dolgozom, és betekintést nyertem egy olyan világba, amiben eddig nem volt részem, ugye ez a munkavilága, ami teljesen szeparálva van az iskolai élettől, amiben ugye eddig benne voltam, teljesen más. Tehát egy munkahelyen
az embernek sokkal nagyobb a felelőssége, mert ugye iskolába, ha valamit nem jól csinálsz, akkor maximum annyi lehet a következménye, hogy kapsz egy rossz jegyet, vagy egy igazgatói figyelmeztetést, de ennyi, tehát tovább nem megy a dolog. Munkahelyen, ha valamit rosszul csinálsz, akkor vagy kirúgnak, vagy fizetésmegvonás, vagy akár bíróságról is kerülhetsz, hogyha olyan hibát követtél el, ami ilyen komoly. Tehát az egy hatalmas felelősség, főleg most, hogy mozdonyvezető leszek, tehát az még nagyobb felelősség, tehát több száz emberi életért leszek csak egyedül én felelős. És ez a nagy felelősség, ami most nem is olyan régen a vállamra zúdult, ráébresztett, hogy most eljött az a pillanat, 20 éves koromban, hogy felnőtt ember lettem. És valahogy már nem is, hogy fogalmazzak, valahogy nem is érzem magam már fiatalnak. Tehát, hogy nem tudom jobban ezt kifejezni, valahogy én már nem vágyom arra, mint régebben, vagy nem vágyom arra, mint a gimnazista fiatalok, hogy elmenni a haverokkal ide-oda, mit tudom én, iszogatni, szórakozni. Nem, tehát amit én szeretnék, ami a szabadidőmben szeretnék, az csend és egyedüllét. Tehát, hogy van pár barátom, akivel tök jó együtt tölteni időt, de ez, ami után korábban vágyakoztam, most már így nincs. Tehát tényleg úgy érzem, mintha egy teljes felnőtt ember lennék, és ekkor döbbentem rá, hogy igazából nekem ez a végigjátszás, ez már továbbá nem az én stílusom. Tehát most egy hatalmas változás történt az életemben, mentálisan is, meg a mindennapjaimban is. Ugye eleve a 6 év alatt rengeteget változtam, de úgy érzem, hogy most szeptembertől, ugye 2016 szeptemberétől, most 2017 áprilisáig változtam a legtöbbet. És ez ebben mutatkozik ki, hogy megváltoztak egyes dolgokról a véleményem. Így hát megváltozott a véleményem a YouTube-ról is. Ugye ezt én már hangoztatom nagyon régóta, hogy engem nem érdekel abszolút a nézettség. Mert továbbra is így vagyok ezzel. Tehát, hogyha ennek a hírnek a hatására most le fognak iratkozni 20 000-en, akkor teljes mértékben hidegen hagy. Egy szó mint száz, arra akarok kiukadni, hogy az összes eddigi sorozatomat terminálom, tehát hogy vége, nem lesz több Minecraft Let's Play, nem lesz több semmi tulajdonképpen. Ami lesz, akkor most beszéljünk arról, mi lesz, most elmondtam, mi nem lesz. Ami lesz, az Twitch-en szeretnék streamelni, relatíve sűrűn. Mindenféle. Már van egy csomó ötletem egyébként, mit fogok. Tehát, hogy az úgy érzem, hogy az tök jó, mert játszani továbbra is szeretek. Tehát, hogy meg a Twitch-en keresztül kialakulhat egy olyan tök jó közösség, akivel így játszok, és közben mondjuk veletek beszélgetek. Tehát ezt úgy érzem, hogy ez így tök jó lenne egy ilyet kialakítani. Ami a YouTube-ot illeti, az szerintem, hogyha lesz is valaha gameplay, akkor az maximum ilyen vágott, mint amit most az Overwatchból is csináltam, nem is olyan régen. Tehát ilyen vágott, viszonylag rövid dolgokra lehet számítani. Illetve más stílust is szeretnék felvenni. Tehát, hogy szeretnék komolyabb hangvételű videókat is csinálni. Hogy ez miben fog megnyilvánulni, még én se tudom, tehát nem nagyon van előttem egy terv, hogy mit is akarok a karrieremmel, úgymond karrieremmel csinálni. De az biztos, hogy ezek a végigjátszások nem lesznek többet a csatornám. Illetve lesz, amikor felvesznek a mozdonyvezetőire, mindenféleképpen szeretnék ilyen vasútas videókat csinálni, tehát mert ez is olyan dolog, oké, rendben, akkor térjünk ki erre is. Szeretném, hogyha ez a csatorna, hogy fogalmaz, Istenem, össze-vissza járnak a gondolataim, beszélni se tudok. Tehát minden, úgymond, nem minden, de nagyon sok YouTube-osnak van egy, van valami, ami miatt őt nézik. Legyen az a stílusa,
vagy éppen legyen az a téma, amiről videókat csinál. Nagyon jó példa erre, ugye jó barátom Zohar, ugye CrossBT, ő ugye motorozik. És a csatornáján rengeteg motoros videók vannak, olyan emberek is iratkoznak fel a csatornájára, akik szeretik a motorozást. Most én is ezt szeretném, hogy lenne egy ilyen témakör, ami miatt engem néznek az emberek. Tehát, hogy eddig ugye van, ott van Zoárt, a motoros. És akkor itt vagyok én, Máté, aki, tehát senki, tehát nem csináltam eddig semmilyen karakterisztikát. Igen, ez az, ez nagyon jó szó, egy karaktert szeretnék ennek a csatornának kiépíteni. És ezt látom majd a vasutas videókban, tehát amint, és ez már biztos egyébként, hogy mozdonyvezető leszek, tehát ez már egy tény, felvettek. Tehát szeretnék majd mindenféle érdekességes videót arról csinálni, amint bekerülök. Tehát vasutas videók mindenféleképpen lesznek, és akkor illetve ugye, mint mondtam, lennének ilyen kicsit komolyabb hangvételű vélemény kifejtős videók is. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az az irány, ez az az irány, ami felé szeretném elvinni ezt az egészet, mert én úgy érzem, hogy a gameplayből kinőttem. Tehát, hogy kipróbáltam, tök jó, elég is volt, tehát köszönjük szépen. Nem biztos, hogy ezek a streamek, amikről eddig beszéltem, meg fognak történni, semmi se biztos egyenlőre. Ami biztos, hogy nem lesz több gameplay a csatornán, csak vágott, tehát csak is kizárólag vágott tartalmat fogok csinálni. A többit meg meglátjuk, tehát ez, amit most mondtam, ez mind elmélkedés volt, nem tudom, hogy egyáltalán valami ebből meg fog-e történni. Istenem, nem... Az a baj, megint össze-vissza beszélek. Ez is egy dolog, amin változtatnom kéne, mert nem vagyok elégedett saját magammal. Mindegy. Hát remélem megértitek. És remélem, hogy egyáltalán az, amit most már 12 perc, 30 másodperce itt pofázok, aznak egyáltalán van-e valami értelme. És remélem, ti is megértitek. Hát nem egyszerű. Ugye most... Visszatérve a változásokhoz. Nem, hagyjuk, erről nem beszélek. Tehát az a lényeg, hogy nagyon sokat változtam, változni fog ezzel együtt a csatorna is. Aztán majd meglátjuk, merre felé indulunk el. Ami a nevet illeti, nagyon szeretném, és most ezúton szeretnék meg is kérni mindenkit, hogy ezt a szivacsozást hagyjuk, jó? Tehát, hogy Kánya Máté vagyok, hívjatok Máténak, légy szíves. Ezt a szivacs nevet sose szerettem. Lehet, hogy át is írom majd a csatorna nevet valami másra, amint kitalálok valamit, de hívjatok Máténak, légy szíves. Tehát ez a szivacs, ez hagyjuk el. Ez is legyen a régi. Ezen kívül még lesz a közeljövőben egy darab videó, amiben összefoglalom. Hát tulajdonképpen ilyen visszaemlékezős hülyeséget szeretnék csinálni, hogy az elmúlt 6 év videóiból így válogatok. Nagyon sok videót egyébként privátba is fogok tenni, mert tehát amiről úgy gondolom, hogy teljes mértékben felvállalhatatlan. Az a lényeg, hogy változások lesznek. Még én sem tudom teljes mértékben, hogy merre változunk. Az biztos, hogy változunk. Hát minden esetre nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 6 évben velem tartott, és hogyha ennek ellenére is továbbra is velem tartotok, akkor azt nagyon szépen köszönöm. Aki ennek hatására úgy dönt, hogy inkább leiratkozik, annak pedig azt köszönöm meg, hogy idáig végighallgatott, és akkor minden jót mindenkinek tulajdonképpen. Nem tudom, mit mondhatnék, nem egyszerű a szituáció. Ha még valamit a későbbiekben
úgy gondolom, hogy kihagytam, arról biztos lesz külön videó. Tehát akkor összefoglalva, ugye lesz egy lezáró, egy korszak lezáró videó, és akkor onnantól elkezdődik valami új és valami egészen más, de ehhez a mostani stílushoz soha nem térünk vissza, és nem is folytatom, mint úgy a YouTube-ozást ilyen formában. Hát remélem megértitek, ha bármi van, kommenteket olvasok minden egyes alkalommal, bármi kérdés, probléma adódik, azt nagyon szívesen megválaszolom, és meg is fogom, de egyenlőre akkor elköszönök, és kitartást mindenkinek, már a kutyám is ugat, szóval kitartást mindenkinek, és majd jelentkezem, hogy hova sikerült jutnom. Sziasztok!